Az Emberi Erőforrások minisztere rendeletben egyszerűsítette az e-recept kiváltásának feltételeit, amely szerint a kormány által kihirdetett vészhelyzetben a patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül teljesítik azon személyek részére, akik közlik a beteg tajszámát és saját személyazonosító adatait is igazolja, a rendelkezés visszavonásig érvényes. A vészhelyzetre való tekintettel egyszerűsödött a gyógyszer kiváltás. Ez nagy segítséget jelent az időseknek, a mozgáskorlátozottaknak és a betegségben szenvedőknek. A gyógyszer átvevője a gyógyszertárban a kiadási bizonylaton aláírásával hitelesíti, hogy a nyugtán szereplő gyógyszerek kiadása és átvétele megtörtént. A gyógyszertár a kiadási bizonylatot megőrzi. A járvány elleni védekezés részeként kérik a patikák vásárlóit, hogy a gyógyszertár forgalmi terének kialakítását figyelembe véve lehetőség szerint csak annyi beteg tartózkodjon bent a betegforgalmi térben, ahány gyógyszerkiadóhely működik. Fontos tudnivaló, hogy az e-receptre kizárólag gyógyszer írható fel. A gyógyászati segédeszközök és a fürdőellátások csak papír alapú vényen rendelhetőek. Egy receptre továbbra is csak egyféle gyógyszer lehet felírni, függetlenül a kiállításának módjától. Az e-receptet ugyanúgy, mint a papír alapú vényt, csak egyszer lehet kiváltani. Érvényességi ideje ugyanannyi, mint papír alapú társáé, 3 hónap.